Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy nagyon szép minta kötését nézzük meg, csak sima és fordított szemek váltakozásával. A színe egyszerűségében nagyon szép, a visszája is jól mutat, a kötés maga pedig rugalmas. A minta egység 8 szem, és ehhez csak a két szélszemet kell számolnunk. Ezen a mintán, ahol 4 minta egységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 4×8 plusz 2, 34 szem van a tűn. Magasságban 8 sort kötünk, egyértelműen látszik, hogy ezt két részre lehet osztani, de mindössze annyi történik, hogy a másik sima oszlopra kerül a kis sima harisnyakötéses négyzet. Együtt ennél egy kisebb darabot fogunk kötni két mintaegységgel, ami azt jelenti, hogy 2×8 plusz 2, 18 szemmel indulunk majd. 18 szem van tehát a tűn, és kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem, egy sima, kettő fordított, három sima, kettő fordított. Ez egy 8 szemből álló mintaegység. Újra kezdjük. Egy sima, kettő fordított, három sima, két fordított. Szélszem. Második sor. Szélszem, fedetten kötünk, kettő sima, három fordított, kettő sima, egy fordított, kettő sima, három fordított. Kettő sima. Egy fordított. Szélszem. Harmadik sor következik. Ugyanúgy kötjük, mint az elsőt. Tehát egy sima. Kettő fordított. Három sima, két fordított, újra egy sima, két fordított, három sima, két fordított, szélszem. Negyedik sor. Szélszem, fedetten kötünk, két sima, három fordított, két sima, egy fordított, két sima, három fordított, két sima, egy fordított. Szélszem. Ez volt tehát az első 4 sor.
Indulunk a második négy sorral, ötödik sor, szélszem. Kettő sima, kettő fordított, egy sima, kettő fordított, egy sima. Ez egy nyolc szemből álló mintaegység. Újra kezdjük. Kettő sima, kettő fordított, egy sima, kettő fordított, egy sima. Szélszem. Hatodik sor következik. Szélszem. Fedetten kötünk. Egy fordított. Kettő sima. Egy fordított. Kettő sima. Három fordított. Kettő sima, egy fordított, kettő sima, kettő fordított, szélszem. Hetedik sor következik, úgy kötjük, mint az ötödiket, azaz kettő sima, kettő fordított, egy sima, kettő fordított, egy sima, újra, kettő sima, kettő fordított, egy sima, kettő fordított, egy sima, szélszem. Nyolcadik sor, szélszem. Fedetten kötünk, egy fordított, kettő sima, egy fordított, kettő sima, három fordított, kettő sima, egy fordított, kettő sima, kettő fordított, szélszem. Ez volt tehát a második négy sor, és összesen az a nyolc sor, ami egy mintaegység magasságban. A továbbiakban ezt a nyolc sort ismételjük. Együtt tehát két mintaegységet kötöttünk szélességben és egyet magasságban. A nagy minta négy mintaegység szélességben, magasságban pedig egy, kettő, három egész mintaegység, és még egy fél. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!